Köszöntöm Önöket Szivárvány magazin műsorunkban. Csallóközi dallamok és ételek várták a látogatókat a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolában március 20-án. A hagyományos ételkóstolóval egybekötött táncházon idén német ízeket kóstolhattak az érdeklődők. Már több mint egy évtizede rendezi meg a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola a tavaszi művészeti napok keretében ételkóstolóval egybekötött táncházát. A programot az iskola néptánc tagozatos gyermekei nyitották meg csallóközi táncokkal. A néptánc tanszakos tanulóink minden évben megpróbálnak Magyarország néprajzi tájegységei közül kiválasztani egyet-egyet, de volt olyan, hogy határon túli táncokat is, illetve a Nagy Magyarország néprajzi tájegységeit választottuk, és ezekhez, a tájegységekhez megtanulni táncokat. Pontosabban a tájegységek táncaival ismerkednek a gyerekek. Most az idén a csallóköz került terítékre. A tavaszi napi egyenlőség előestjén megtartott rendezvényen az ügyes kezű gyerekek a hamarosan nyíló virágokat formázhatták meg, vagy a közelgő húsvétra készíthettek színes papírtojásokat. Akiket inkább a zene és a tánc érdekelt, azok a csallóközi dalokat, majd a hozzájuk tartozó lépéseket is megtanulhatták. A koreográfia nem bizonyult bonyolultnak, mindenki hamar ráérzett a ritmusra. Könnyen megtanultuk. Táncoltak már ilyesmit? Igen, rendszeresen járunk táncházba, ha van alkalom, akkor eljövünk. Akkor a gyerkőt is nagyon élvezi. Így van, lehetőség szerint őket is hozzuk, igen. A csaló közben élőkre nagy hatása volt a közeli Ausztria-német kultúrája, így a mi térségünkre nem jellemző étkeket fogyasztanak a sziget közben. A csaló köz ugye a Kisalföldön található a Duna szigete lényegében, itt lép be a Duna Magyarországra, és építi fel az első szigeteit. Ennek a tájnak az a jellegzetessége, amellett, hogy Magyarország nyugati kapuja, hogy talán ez volt az a tájegység, amelyet a legtöbb német, osztrák, sváb hatás ért, és ez érezhető ennek a tájegységnek a táncaiban is, amelyek inkább a polgári táncok irányában mozdultak el, és hát a hagyományos paraszti kultúrában főzött ételekben is érezhető, nyomon követhető ugye ez a sváb hatás. És akkor olyan ételeket igyekszünk ma bemutatni a kóstolás alkalmával, amelyek ennek a tájegységnek a hagyományos paraszti kultúrájában mindennaposak voltak. A kiválasztott ételsornak nem csak az elkészítési módja németes, az idegen hatás a főfogás elnevezésére is hatással volt. A programra nagyon sokan látogattak el, a különleges ételek mellett a táncház is számos érdeklődőt vonzott. Így jelennek meg azok az ételek, melyeket mi igazán nem is ismerünk, mint a babsterc. Már a hangzása is elárulja, hogy ez egy németes étel. Aztán így jelenik meg a szoté, ami bár nem németes hangzású, de a németektől vettük át, ugyanis ez egy francia kifejezés, a gasztronómiában is használják. Nem biztos, hogy ezzel a jelentéssel, de a csalló és szigetközi parasztok így illették ezt a húsételt, hogy szoté. A pulykahúsból készült szotét babsterc körettel tálalták az ételkóstolón. A tányéron maradt szaftot kenyérlepényen lehetett kimártogatni. A menüt tüdőleves nyitotta, az étkezés végét pedig egy különleges búzacsirából készült süteménnyel zárták. A hajdúságban nem szokványos ételeket mindenki nagy kedvel fogyasztotta, a gyerekek sem mockodtak az idegen ízektől. Azt hiszem tüdőleves a neve, mert ilyen babfőzeléket ettem. És ízlett? Igen, ízlett. Szeretnéd, ha anya otthon is főzne ilyesmit? Igen.
A programra nagyon sokan látogattak el, a különleges ételek mellett a táncház is sok érdeklődőt vonzott. Évről évre nagyon sokan ellátogatnak, és pontosan ez a lényeg, hogy családdal jönnek az emberek ismerősökkel, a táncos gyerekek a szüleikkel, és akkor itt egy kellemes estét töltünk így együtt, a tavaszi napi egyenlőség előtti estén.